Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai az egy haul videó lesz. Ilyen típusú haul videót még soha nem készítettem, és ruha haul videót is nagyon régen, úgyhogy ez a videó még számomra is újdonság lesz. Meg fogom nektek mutatni, hogy milyen aerobikra vagy edzésre való ruhákat vettem néhány héttel ezelőtt a Nike Outletben Polgáron. Oda szoktunk járni így negyed évente körülbelül a családdal, és tényleg szuper jó áron lehet kifogni dolgokat, úgyhogy ezeket fogom most nektek megmutatni. Kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem! Azzal kezdeném az egészet, hogy nekem 6 éves korom óta így a mindennapjaimnak része a sportolás. 8 évig balettoztam, 5 évig mazsoretteztem, és onnantól kezdve folyamatosan aerobikra járok, ilyen csoportos órára, csak így hobbi szinten, hetente 2-3-szor, mikor hogy jut rá idő. Viszont nyilván vannak ilyen lustább időszakaim, amikor mondjuk egy hónapot kihagyok, de ez volt a maximum, amit eddig így sportolás nélkül töltöttem egy évben mondjuk egy hónap, és imádom a sportruhákat, főleg a Nike-t. Nekem ha sportruházat, akkor úgy 95%-ban csak a Nike jöhet szóba, mert odáig is vissza vagyok a ruháiktól. Én Debrecenben lakom, úgyhogy hozzánk a Polgáron található Nike Outlet van legközelebb, és hogyha egyszer oda kijutunk, mint amit tettem a családdal, illetve a vőlegényemmel, akkor mindenfélét összevásárolunk, mert tényleg szuper jó áron lehet vásárolni dolgokat, meg fogjátok látni. Valószínűleg mindig azt fogom mondani rá, hogy aerobik ruha, de ugyanúgy lehet edzéshez, futáshoz, tehát bármilyen úgymond workouthoz használni ezeket a ruhákat. Ugye az első dolog, amiket meg fogok nektek mutatni, azok a felsők, amiket most legutóbb beszereztem. Az öcsém barátnőjével folyamatosan vadásztuk a gyerekruhákat ebben a boltban, mivel a gyerekruhákból konkrétan ez a felső is, amit most mutatok nektek, ez egy M-es gyerekfelső, ilyen boxolós hátú, hogy úgy mondjam. Ez a méret jó ránk, és a gyerekruhák még kedvező áron vannak a Nike Outletben, valamint vannak ilyen extra akciók, például ez 890 forintba került, hát ennyiért szerintem vétek lett volna ott hagyni. Szuper jó anyaga van, nagyon rikítós narancsárga színe van, lesz majd még egy felső, ami ilyen színű, viszont nekem teljesen mindegy, milyen színű felső, mert mindenféle színű nadrágjaim vannak, tehát jól lehet kombinálni igazából velük. Aztán itt van a következő, a másik narancsárga felső, ez már nem gyerekméret, viszont ezt is szuper kedvező áron. Azt hiszem 2300 forint körül volt ez a típusú, szintén ilyen keresztpántos, nagyon csajos, kicsit ilyen lazább, nem feszülős, fazonú aerobik felső. Aerobik felső, mint mondta nekem mindegyik aerobik felső. Van rajta a pipa, illetve ugye a hátulján alul a dry fit felirat, ami ugye szinte mindegyik felsőmön rajta szokott lenni. Aztán vettem ebből a vonalból még egy felsőt, ezt a csodaszín felhő kék színű felsőt, szintén egy dry fit vonalból. Ennek nagyon mély kivágása van, mint ahogy láthatjátok is, viszont a sportmelltartót veszek alá, szerintem azzal együtt teljesen jól működik, az alja pedig ez így néz ki, itt alul található rajta a pipa, ez egy picit ilyen feszülősebb fajta, olyan az, amit az előző narancsárga volt, és ez szintén 2300 forintba került. Az utolsó felső, amit választottam, ez egy ilyen típusú, rövid derekú, nagyon bő, kényelmes felső, hatalmas nagy Nike felirattal. Nagyon tetszik ez a neon zöld csík itt a nyakában, amit persze nem lehet majd látni, hogyha felveszem, de nekem azért tetszik. Ennek egy hosszabb ujja van egy picikét, valamint ugye rövid derek, ahogy említettem, lyukacsos az anyaga, tehát jól járja a levegő is, ez alá is csak egy sportmelltartót felveszek, és a magasabb szárú futógatyámat, akkor nincs kint belőle a derekam sem, úgyhogy ez is nagyon jó vétel volt, és ez is, ebben teljesen biztos vagyok, ez 890 forintba került. Általában XS-es, S-es dolgokat hordok, illetve a gyerekruhákból ugye M-eset. Ez pedig egy S-es méretű póló, de ez ilyen tulajdonképpen ilyen oversize puzzle, úgyhogy ennek igazából teljesen mindegy, hogy milyen méret. És akkor van itt még két alsó nekem. Az egyiket már láthattátok, ha követtek esetleg a Facebookon, ha nem is van kedvetek, akkor most megtetitek, ott is Suzy Ari Beauty vagyok, illetve az Instagramon is Suzy Ari Beauty vagyok. Mindkét helyen posztoltam egy fényképet, amit éppen aerobikra való indulás előtt készítettem, és abban is már ez a nadrág volt rajtam. Ez egy hosszú futó nadrág, ilyen rikítós zöld, világos rózsaszín, sötét rózsaszín, illetve fekete szín kombinációban van. Hátul nagyon praktikus, mert van egy sebe, ahova a zsebket
erdőt tudom betenni. Ennek itt elő a belső részében, úgymond a kortában is van egy picikesebb kendőtartó, ami tényleg nagyon praktikus, mivel állandóan fújom az orromat sportolás közben. Kéthajlat részében ilyen hálós megoldás van, ami nagyon praktikus ugye a szellőzés miatt, illetve itt a lábszár részében is végig kívül is, illetve belül is folytatódik ez a hálós megoldás, és az anyaga az szuper jó. Nem az a kis vékony kapja, egy mosás után kibolygolódik, illetve elvékonyodik. Ez magasabb derekú, látjátok, itt van az ülepe, és ilyen magas a dereka, de egyébként ennek nincs jelentősége, mert én szeretem. Aztán van itt még egy nadrág, amit vettem, ez egy rövid nadrág, szintén gyerekméret. Csodaszép színek menetes, mentazöld, narancssárga, sötéten narancssárga színei vannak. Ez egy L-es méretű gyereknadrág. Szerintem ez futónadrágnak van hivatalosan kinevezve, de én nagyon szeretek ilyen típusú nadrágokban aerobikozni. Hogyha hidegebb van, akkor aláveszek egy sima fekete futónadrágot, és akkor úgy komfortosabbá lehet tenni a hidegebb időben. Az oldala ez a lyukacsos megoldás, szintén, hogy jobban járja a levegő. Van beépített bugyija is, és az utolsó dolog, amit vettem, az pedig egy cipő. Ez a nagyon szép halványlila, ilyen nagyon érdekes, horgold, textiles, anyagú edzőcipő, ami teljesen lyukacsos itt a felső része, tehát nagyon, és az oldala is teljesen végig lyukacsos, hogy nagyon jól járja a levegőt. Valószínűleg nem nagyon fog beleitadni a lába. A talpa is ilyen nagyon speciális kialakítású. Ez a Nike Zoom felirat van rajta, úgyhogy már ezt is nagyon várom, hogy kipróbálhassam. Az egyik érdekesség ennek, hogy ez 38-as ez a cipő, és én a Nike cipőből sok Nike cipőm van, viszont mindegyik 37 és feles. Amikor nem találtam belőle a 37 és feleset, akkor teljesen lemondtam róla, úgyhogy nagyon-nagyon örültem, amikor ezt megpróbáltam, és pontosan passzolt a lábamnak. De ami ennél sokkal érdekesebb, hogy 3490 forintért vettem, itt van rajta az ára, ami szerintem egyszerűen hihetetlen. Tehát tényleg hatalmas nagy akciókat lehet kifogni a Nike Outletbe. Én imádom azt a boltot, mindenkinek ajánlom, aki arra jár polgárnál, hogy nézzem be. Úgyhogy ennyi lett volna mára a videó, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot is, iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!